a Giorgione-nak a Vihar című képe, ami az egyik legnagyobb klasszikus mű, fogalmunk nincs, hogy azt mi inspirálta, mit ábrázol nota bene, vagy valami hasonló, nem tudunk róla semmit, és a művészet történet nagy alkotásai többnyire ilyen teljesen rejtélyes művek. Nagyon sok embernél a festés autoterápia, aszkézis, vagy valami ilyesmi. Biztos vagyok benne, hogy Mersics Piroska számára a festés mindig egy megnyugvást hozott, és az ő saját személyes problémái, azok nem szűrődtek be olyan mértékben, mint egy nála kisebb tehetségű embernél ez bekövetkezhetett volna. Egyet nagyon fontos leszögezni. Attól, hogy egy művész beteg, az nem azt jelenti, hogy a képek betege. Nem tudod meg, ki ez az öreg asszony, miért van itt, mit akar, miért néz ide. Lila rózsaszín útfolyó sodorja hátulról. Lila, kék, lila, kék. Sosem tudod meg, ki ez az öreg asszony, mint jungi archetípus mered felénk. Nincs tovább. István Dániel vagyok, ez pedig itt a Reflektor. Elhunyt Bújtor István. A színművész halálhírét Talabér Márta, a Veszprém megyei önkormányzat alelnöke erősítette meg az Origónak. A város színházának igazgatója július végén került kórházba életveszélyes állapotban. Bújtor István állapota lassan, de folyamatosan javult. Tegnap pedig arról szóltak a hírek, hogy kiengedték a veszprémi kórházból és Budapestre szállították, hogy rehabilitációját itt folytassák. A színész váratlan halálhíre pályatársait is megdöbbentette. 5 perccel ezelőtt hallottam, vagy 10 perccel ezelőtt, úgyhogy én most nem nagyon tudok én okosat mondani. Hát mit mondanék? Sehogy nem vagyok. Meg vagyok döbbenve, és mélyen gyászolom. Nagyon közel van most, ez így túl közel van, hogy én erről interjút adjak. Rengeteg mindent átéltünk. A Pogány Madonnában házaspárt játszottunk, akkor lettünk nagyon jó barátok. Akkor ment tönkre az én Mikivel való házasságom, és egyedül a Pistát mellettem úgy emberileg, mint szakmailag, ha ő nincs, akkor nem is tudom, mi lett volna velem utána. Mi barátságunk az olyan volt, mint a testvérek lettünk volna. Nagyon szerettük. Vanus Szavért kirabolták, Balaton melletti nyaralóját fosztották ki, valószínűleg amatőrbetörők, ugyanis az értékes tárgyakat mind ott hagyták, csupán pár részkirincset és szárított virágszimmokat vittek magukkal. Xavier a rablás ellenére szerencsésnek tartja magát, hiszen több 100 000 forint értékű lámpáit és könyveit érintetlenül hagyták. Szentpéteri Csilla beteg gyerekeknek segít. A zongora művész már 11 éve jótékonykodik, ezért egyáltalán nem volt kérdés számára, hogy elvállalja egy róluk szóló mesejáték megzenésítését. A kezdeményezéshez többek között Csisztu Zsuzsa is csatlakozott, hiszen amióta kisfia megszületett, a gyerekek a legfontosabbak számára. A fiam szerencsére igyekeztünk is persze ebbe az irányba terelni, de nagyon, nagyon jól táplálkozik ösztönösen. Tehát nagyon sok gyümölcsöt fogyaszt, nagyon sok nyers zöldséget eszik, sárgarépát, egy baralábét, ilyesmiket, sok főzelékfélét eszik. És érdekes módon pont az édességeket, azokat úgy nem nagyon. A magyar gazdaság az uniós csatlakozás óta folyamatosan új kihívásokkal találja szemben magát. Az út a gazdaság alapegységein, a vállalkozásokon keresztül vezet, nagyságtól függetlenül. Különböző uniós programok állnak rendelkezésre, hogy akár egyéni, akár családi, de akár nagyobb vállalkozások is megteremthessék azokat a körülményeket, amelyek között sikeresen tudnak működni. Ez lehet egy új, modern eszköz, gép beszerzése, egy gyártási licenc megvásárlása vagy szabványok bevezetése. Mindemellett a piac igényeinek kiszolgálása érdekében a 21. századi technológiák, a különböző e-szolgáltatások, valamint a modern üzleti környezet kialakítása is támogatható cél. A fejlesztések támogatója az Európai Unió. Köszöntöm Önöket! Hosszú betegség után 67 éves korában meghalt Bújtor István. A színész július végén életveszélyes állapotban vitték a Veszprémi kórházba.
Hetekig ápolták az intenzív osztályon, állapota lassan javult. A héten lapinformációk szerint már sokkal jobban volt, kezelését egy budapesti kórházban folytatták. Ma azonban ismét rosszul lett, és életét már nem tudták megmenteni. Hújtor István játszotta Ötvös Csöpit, Sándor Mátyást, ő volt Bud Spencer magyar hangja. Ezen kívül filmeket, színházi előadásokat rendezett, forgatókönyvet írt, producerkedett. Néhány éve mesélt életéről az RTL Klubnak. A színészet mellett a vitorlázás volt az élete, 6-szor nyert magyar bajnokságot. Az én családom ilyen balatoni család volt. Zoli bátyám tanított meg vitorlázni, mikor 3-4 éves voltam, kivitt magával először a vízre, és ezt gyakorlatilag azóta nem nagyon jöttem be, csak a nagyon muszáj volt. Féltestvérét Latinovics Zoltánt emlegette a Reflektornak adott interjújában 2004-ben. Latinovicsot nem csak a sportban, hanem a színészetben is követte. Megmondhatod a fiúknak is, hogyha valaki hozzá mer nyúlni, akkor velem gyűlik meg a baja, megértetted? 1964-től játszott filmekben, sorozatokban, összesen több mint 70-ben, Koncz Gáborral például a Dunai hajósban. A verekedős szerepek később hatalmas sikereket hoztak neki, ő volt Bud Spencer magyar haja. Ötvös Csöpi alakja is az olasz színész biztatására született. Milyen jó szinkronizált, de milyen jó lehet ezt játszani? Hát ez nem kell semmi, kell egy jó sztori, humorral, verekedés, vér nélkül, rajzfilmfigurák, álljanak fel a nagy pofon után, rohanjanak tovább, jó környezet, jó beköpések, egy gyerek. Kutyát nem mondott. Rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is dolgozott. Az utóbbi időben viszont a színház töltötte ki az életét. 2008-tól a Veszprémi Petőfi Színházat irányította. Kevés interjút adott, eltűnt a Rivalda fényből. Eltűntem a különböző ilyen tévés megmozdulásokból. Egyszerűen azért, mert valahogy nem az én számüzemnek megfelelően alakultak a dolgok. Valahogy ez a világ egy kicsit bepörgött számomra, szóval én egy picit, hogy nem is tudom, óvatosan nézegetek ki, hogy mi van. Hát akkor én is megyek. Gondold meg csak. Ő is ment, 67 éves volt. Hújtor István legnépszerűbb filmjeiből készítettünk egy hosszabb összeállítást, amit megnézhetnek az rtlhírek.hu-n. Családtagjai is betegek annak a 34 éves tengelici férfinak, aki a H1N1 vírus miatt halt meg. A tiszti orvosi szolgálat szerint azonban nincsenek influenza-szerű tüneteik, ezért nem is vettek tőlük mintát, pedig az elhunyt férfi édesapja ezt szerette volna, ezért azonban fejenként 15 000 forintot kellene fizetniük. A tiszti főorvos szerint egyébként az oltás lehet a biztos védelem az új influenza ellen, ezt a Fővárosi Védelmi Bizottság ülése után mondta a szakember. A magyarok beszélnek legkevésbé idegen nyelvet az egész Európai Unióban, derült ki a világgazdaságban megjelent Eurostat felmérésből. A magyarok 74%-a csak az anyanyelvén képes kommunikálni, míg Litvániában ez az arány 2,5%, igaz, ott a legnépszerűbb idegen nyelv az orosz. A nyelviskolák szakmai egyesülete szerint a gazdasági válság tovább rontja a magyarok nyelvtanulási kedvét. Összecsapások és egyeztetés Pittsburghben, az amerikai városban a világ 20 legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-as csoport állam és kormányfői gyűltek össze, hogy a gazdasági válságról tárgyaljanak. A tüntető fiatalok ellen könnygázt is bevetettek, és többüket őrizetbe vették. Megint falnak csapódott egy Renault Szingapúrban, az eset pontosan ugyanott történt, ahol egy évvel ezelőtt Nelson Piquet utasítása szándékosan ment a falnak, és ami miatt a Renault istálló 2 éves felfüggesztett eltiltást kapott. Ma este még egyszer találkozunk, nézegessék a megújult rtlklub.hu-t, viszontlátásra!